most már így elárulhatod így a szezon vége után nem sokkal, hogy igazából mit szóltak a barátaid, hogy a Fradiba igazoltál? Igazából mindenki örült neki, mert mindenki támogatott, tudták, hogy én még szeretném folytatni a profi hokit, és mindenki örült ennek a lehetőségnek, hogy ez így megtalált. Így igazából mindenki támogatott ebben az egész sztoriban. Nyilván ugye maga a Fradi személye volt egy kicsit meglepő, hiszen te újpesti nevelés vagy, ugye? Igen. Ebben a sportágban számítanak ezek a klub kötődések? Hát valamilyen szinten lehet, hogy számítanak, de igazából engem abszolút nem érdekelt annyira, hogy a Fraditól megkaptam ezt a lehetőséget, amit igazából mástól nem, és úgy voltam vele, hogy mindenképp élni szerettem volna vele, és szerencsére ez jó sikerült. A Szegeddel heti egy edzésünk volt, meg ugye egy meccs, emellett az edzősködést csináltam a HKB-nál. Amikor a Fradihoz kerültem, akkor meg igazából visszacsöppentem ebbe a profi körforgásban, és a mindennapos edzés, meg heti több mérkőzés mellett. Egyébként az edzősködést azt továbbra is folytattam, de azért ég és föld a kettő, tehát elég nehéz összehasonlítani. És mennyire volt nehéz visszajönni? Hát az elején azért elég nehéz volt újra fölvenni a tempót, mert hiába játszottam a Andersen ligába, azért az nem lehet összehasonlítani az Erste-vel. És az elején kellett szerintem hogy egy ilyen hónap, hogy a meccs tempó is visszajöjjön, így az edzések ilyen másfél-két hét után már kezdtek alakulni, de azért a meccsen még a gyors döntéshozatal, meg a nagyobb tempót fölvenni, az kellett egy kis idő, de szerencsére a playoffra sikerült szaklimatizálódás, úgyhogy igazából örülök neki. Meg hát nagyon jól is ment ugye a játék, mennyire lepted meg saját magadat? Hát egyébként eléggé, mert én éreztem azért, hogy több van bennem, hogy még tudnék Erste ligában játszani, de így erre a visszatérésre hát egyáltalán nem is számítottam, de amikor már megtalált a lehetőség, akkor sem számítottam arra, hogy ez ilyen jól sikerülhet ez a visszatérés, úgyhogy ez egy nagyon pozitív év volt igazából összességében. Két évre aláírtam még a Fradihoz, úgyhogy most a következő két szezonban mindenképpen ott fogom folytatni. Pontosan mit is jelent ez a díj, és mennyire lepődtél egyébként meg rajta? Hát ez ugye a sporthoz, meg a jégkorong iránti elkötelezettség, meg a sporthoz való hozzáállást jelenti. Hát nagyon meglepődtem, meg nem számítottam semmilyen díjra egyébként, de nyilván jó érzés, hogy ezt így mások is így látták, meg elismerték ezt a szezonomat. Szerintem ez így nagyon jó, hogy így sikerült az első év, mert igazából ez lesz az alap, amit elvárok magamtól, és innen szeretnék egyre jobb lenni és jobb lenni. Szerintem a következő évben jobban is sikerülhet, mert most úgy is készülök, hogy a profi szezonom lesz, azért tavaly ez nem így volt, mert kiderült, hogy nem lesz szerződésem, akkor is edzésben voltam, de inkább csak szárazon, igen, nem. Most ez azért változni fog, úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy ezt még felül lehet múlni, és igazából mindent meg is fogok tenni ezért. Csapatszinten meg, hát így az Erste Liga meg a Magyar Kupa nekem hiányzik, nekem az volt így az első komolyabb sikerem a profi szinten, ez a magyar bajnoki cím, úgyhogy mindenképp szeretnék még több hasonlót gyűjteni. Mit csinál egy profi korongozó júniusban? Hát készül a következő szezonra, és hát mellette aktívan pihen. Nekünk úgy most van lehetőségünk az edzések mellett, vagy hát a szezon mellett pihenni is, de több függetlenül heti 5 edzés az alap, és akkor amellett meg igazából elég sok szabadidő van. Most a HKB-n is vége lett a kicsiknek a felkészülés, úgyhogy igazából most így mostantól fog elkezdeni igazán a nyár. Egy nyaralásom lesz benne, és egyébként meg készül a következő szezonra.